A vízszolgáltatóval kötött egyéni szerződés jelenti a megoldást a rosszul fizetők problémájára, a Lakótársulások Szövetségének képviselője szerint. Az Aquaserv azonban azt állítja, csak is akkor valósítható meg az egyéni számlázás, ha előtte a lakók saját költségükön kialakítják a vízszintes rendszert. A Maros megyei Lakótársulások Szövetségének elnöke arról tájékoztatott, hogy a hónapok előtt van egy olyan törvénytervezet, amely megmenti a jól fizető lakókat. A vízszolgáltató ugyanis eddig azokat a lakókat is megfosztotta az ivóvíztől, akik rendszeresen fizetik a számlát. Az Aquaserv által ajánlott megoldás a vízszintes rendszer kiépítése, ez azonban nem tetszik a lakótársulásoknak. Mi úgy gondoljuk, hogy ha a szolgáltató jogi kapcsolatba kerül közvetlenül a lakástulajdonosokkal, vagyis szerződést kötnek egyéni számlázásra, akkor a fogyasztók jobban éreznék a felelősséget. Most itt a rosszul fizetőkre gondolok. Az Aquaserv vízszolgáltató sajtószóvívője szerint a 2006-os évi 51-es számú törvény értelmében nincs lehetőségük az egyéni szerződés kötésre a többházak lakóival. A törvény előírása értelmében abban az esetben lehet egyéni szerződést kötni, ha adottak a technikai feltételek. Ezek a technikai feltételek azon tömbházak többségénél, ahol mi szolgáltatjuk az ivóvizet, nem adottak. Ki lehet azonban alakítani a rendszert az Aquaserv által javasolt metodológia alapján. Maros megyében eddig csak egy újonnan épített Maros-Szentgyörgyi tömbház tulajdonosaival kötött egyéni szerződéseket az Aquaserv, ahol vízszintes rendszert alakítottak ki.